A műsor támogatta a Munkástanácsok Országos Szövetsége. A műsor támogatója a Telenor. Ismerős logó, ugye? Azonban a fiatalabb generációt az elmúlt évek erősen megtéveszthették. Ez ugyanis sem rokonságban, sem pedig világnézetben nem hasonlít a magyar szolidaritásra. Lengyelország legnagyobb és leghíresebb érdekvédője látogatott el Magyarországra, hogy a mára már legendásnak mondható lengyel-magyar barátság egy újabb ponton valósuljon meg. Mint mondtam, nem a logó hazai viselőjéhez érkeztek, hanem a Munkástanácsok Országos Szövetségéhez, és ez nem véletlen. Na, jak mi wiadomo, na Węgrzech... A szolidaritás jel nagyon nagy harcok árán született meg a 80-as években, és mi ennek a büszke viselői vagyunk, és nagyon csodálkozunk, hogy ezt a jelképet egy magyar nem is szakszervezet, hanem párt használja. Nevezzük nevén jogtalanul kisajátították, és ez számunkra teljesen felháborító dolog. Csodálkozunk azon, hogy ilyen egyáltalán megtörténhet. Ezért mi egy tisztességes szervezettel, a Munkástanácsokkal léptünk szövetségre. Az említett szervezet nem kért engedélyt arra, hogy a mi jelünket használhassa. Véleményünk szerint az lenne a legmegfelelőbb döntés a részükről, ha egyszerűen lemondanának róla. A látogatás hátterében igen komoly okok állnak, egészen konkrétan a kereskedelemben dolgozók évtizedek óta húzódó problémái. Reprezentuje Polsce w związku zawodowym Solidarność. És most tulajdonképpen az ismert lengyel nagy szakszervezet képviselője vagyok, amelynek az egyik legfontosabb ágazata a kereskedelmi dolgozók képviseletével foglalkozik, és ennek a szektornak a témakörében jöttem önökhöz. Ebben a nemzetközi tevékenységkörben a lengyel szakszervezeti szolidaritás, amelynek, ahogy mondom, a képviselője vagyok, több év óta azon küzdik, hogy a kereskedelmi dolgozóknak a munkakörülményei megfelelőképpen javuljanak, mert a mostani helyzetük kritikus. Sokan azt gondolhatják, hogy csak nálunk vannak gondok. Bezzeg a szomszédainkban vagy nyugaton minden csodálatos és tökéletes. Nos, ezek az emberek óriási tévednek. A lengyelországi helyzet abból a szempontból nagyon kritikus, hogy a kereskedelemben dolgozókat nagyon leterhelték munkával. Például, hogy minél szemléletesebben bemutassam, amit korábban három dolgozó végzett el, az most egyetlen egy munkavállalóra terhelődik. A munkáltató túlságos takarékoskodásának eredményeképpen a dolgozókat egyre jobban kihasználják, mindez pedig már a bérezésben is látványosan megjelent. A felsorolásnak itt még korán sincs vége. A bérezés csak az egyik dolog. A Magyarországon is sokat emlegetett munkatörvénykönyv valahogy ott sem teljesen hiba nélküli. Nagyon sok munkavállalót úgy alkalmaznak, hogy nincs rendes szerződésük, csak ideiglenesen veszik fel őket adott cégekhez. Ennek köszönhetően pedig számos juttatástól elesnek. Tovább részletezve, sok dolgozó nem is a munkáltató által van alkalmazásban, hanem különböző ügynökségeken keresztül, és ezek az ügynökségek szabják meg a munkához kapcsolódó jogokat. Z
Są to dużo... És nyilvánvalóan ez nem a munkatörvénykönyve alapján valósul meg, és így a dolgozók helyzete sokkal, de sokkal kedvezőtlenebb az elfogadhatónál. Hova tovább, a bérezés is messze elmarad az elvárhatótól. Képlet tehát egyszerű. Van két ország hasonló problémákkal és megegyező célokkal, és ha gyökeres változás nem is következik be holnapra, azért lényeges eredményeket el lehet érni. Történetesen iskola példa erre a szolidaritás jelenleg egyik legfontosabb célkitűzése. Többek között a mostani nagy törekvéseink arra alapulnak, hogy a kereskedelmi dolgozóknak a szabad vasárnapokat sikerüljön kiküzdeniük. A legfrissebb információink szerint a kereskedelmi dolgozóknak a jelentős többsége szeretné, ha vasárnap nem kellene munkába állnia, hanem szabadnapot kapna. Ez a helyzet, mármint az, hogy a vasárnap nem számít szabadnapnak. Nem csak Lengyelországban bevett dolog, ahogy tudom, Magyarországra is, meg más posztkommunista országokban is jellemző. Mindez a cégek igen hasonló vezetési elveinek köszönhető. Egyre több európai uniós szakszervezet közösen együttműködve lép föl, és nagyon nagy erőfeszítések árán támogatják ennek a folyamatnak a létrehozását, mármint hogy szabad vasárnapok lehessenek. Eljött az idő, hogy megtudjuk, miként tud a szolidaritás gyógyírt adni konkrétan a magyar betegségekre. Én, mint aktív szereplő ezen a mozgalmi területen, a kereskedelmi ágazatban nagyon fontosnak tartom, hogy a magyarországi helyzetet is a kereskedelmi dolgozók területén megismerhessem. Tudom, hogy itt is Magyarországon a dolgozókat, a kereskedelmi dolgozókat kihasználják. Nehezek a munkakörülményeik, és sajnos a béreik sincsenek ezzel összhangban. Ahogy hallottam, sokszor azt is tapasztalhatják, hogy a munkáltatók kifejezetten támadóan lépnek fel ellenük, ha történetesen valamelyik szakszervezethez akarnak csatlakozni. Ezek a kedvezőtlen tevékenységek jellemzőek a cégvezetés területén a kelet- és közép-európai országokban, és épp ezért tartom fontosnak, hogy az érintett országok együttműködve tudjanak fellépni, és közösen segíteni a munkavállalóknak. Ahogy a bevezetőben is mondtam, nem véletlen, hogy pont a munkástanácsokkal épít ki szorosabb együttműködést. Azt gondolom, hogy lényegesen tudnánk ezen a téren egymásnak segítséget nyújtani, mert a munkástanácsok országos szövetsége is hasonló értékek mentén működik. Mindkét országban a keresztény elveket alapul véve hasonlóan igyekszünk a feladatainkat elvégezni. Az együttműködés, noha sokan azt gondolhatják, hogy a gyakorlatban elképzelhetetlen, a valóságban mégis működik. Egymásnak abban is tudnánk segíteni, hogy közös akciókat szerveznénk meg mindazon munkáltatók ellen, akik sértik a munkavállalók jogait, és közösen változtatnánk meg a jelenleg kedvezőtlennek mondható gyakorlatot. Ezek az erőfeszítések közösen sokkal nagyobb eredményeket tudnak létrehozni, akár nemzetközi szinten is, hiszen egy ilyen együttműködés sokkal hatásosabban tud érvényesülni. A kapcsolat, ahogy mondtam, igencsak valóságos lesz, sőt, tovább megyek, mindez nem csak egyszeri alkalommal ölt testet. A két érdekvédő folyamatosan kapcsolatban lesz, így egyetlen lehetőség, egyetlen információ sem vészel a rendszerben.
Többek között szeretnénk lényeges támogatást nyújtani a már jól ismert kereskedelmi dolgozók független szakszervezetének, amelynek vezetője Bubenko Csaba, és neki is jelentős segítséget kívánunk nyújtani a további, minél eredményesebb munkához. Tájékoztatni fogom a magyar kollégákat arról, hogy milyen nemzetközi erőfeszítések jöttek létre, és ha csak lehet, a magyaroknak a további fejlődése érdekében tájékoztatásokat fogok adni, továbbá közös akciókat szervezünk meg. Az itteni együttműködésnek köszönhetően a jövőben pontosabb képet kapok az itteni helyzetről, a magyar állapotokról, arról, hogy a magyar munkáltatók milyen körülmények között foglalkoztatják az alkalmazottaikat, illetve azt is, hogy maguknak, a dolgozóknak milyen a helyzetük. Számunkra ezeket az információkat csak ennek az együttműködésnek köszönhetjük. Persze, ha már annyi szó esett az együttműködésről, lássuk mindezt, hogy értékeli a magyar fél. Szeretnénk a kapcsolatainkat elmélyíteni szakmai vonatkozásban. Keressük azokat a pontokat, ahol a két szakszervezet, illetve az ágazatban lévő szakszervezetek együtt tudnak működni. Mik ezek a kérdések? Ilyen például, hogy a nemzetközi pályázatokon való részvétel, az adott országokban a munkahelyi problémák, munkakörülményeknek a megvitatása és az ezzel kapcsolatos vélemény kialakítása európai szinten, közép-európai szinten, illetve a problémákkal kapcsolatban milyen közös együttműködési lehetőségeket lehet kialakítani, hogyan tudunk adott témákban föllépni. Én azt gondolom, hogy a legfontosabb dolog az, hogy olyan szakmai tapasztalatuk van bizonyos kérdésekben, amit ők a saját munkájuk során megtapasztaltak. Ezeket a tapasztalatokat akár tárgyalástechnika, akár különböző kampányoknak a megszervezése, kampányoknak a tematikája, ezeket a szakmai dolgokat, tapasztalatokat át tudják adni nekünk, és mi is jobban tudunk ezekkel a felkészült, tapasztalt információkkal sáfárkodni, és azt gondolom, ez mindenféleképpen segíti a mi munkánkat. Ahogy a mondás tartja, a puding próbálja az evés. Ez jelen esetben azonban kevéssé kifizetődő. Sokkal többet lehet azzal elérni, ha mondjuk valaki adott nehézségekre egyszer már megtalálta a megoldást. Beszéltünk például arról is, hogy ők különböző problémákat hogy kezelnek. Elmondták, hogy rengeteg kampányt szerveznek, és a kampányoknak az a lényege, hogy a társadalom irányába próbálnak nyitni, ami számomra egy pozitív dolog, mert én is azt mondom, hogy a kereskedelem szempontjából a vásárlók fontos személyek, és a vásárlókat kell sok esetben bizonyos dolgokról meggyőzni ahhoz, hogy a szakszervezetnek ne legyen negatív megítélése. Például, hogyha egy sztrájkot szervezett a szakszervezet, egy munkalassítást, akkor az negatív hatása van például a munka, vagy a vásárlókra, és ezeket a helyzeteket úgy kell megteremteni, mondjuk egy ilyet szervez egy szakszervezet, hogy az a társadalom többségében, aki vásárolni jön, az ne egy ellenszenvet, egy negatív véleményt váltson ki, hanem lássák az emberek, hogy ennek mi az értelme és célja. Információkat kell eljutatni azoknak, akik rossz tapasztalattal rendelkeznek, azok, akik fars információval rendelkeznek, és azok, akik nem rendelkeznek információval, hogy eljusson hozzájuk az az üzenet, hogy vannak Magyarországon olyan szervezetek, akik a problémákat komolyan veszik, és tenni akarnak érte, de ezeket a problémákat csak úgy lehet kezelni és jól orvosolni, hogyha bevonjuk azokat az embereket ezeknek a kampányoknak a megszervezésében, a kampányokban való részvételben, akik maguk az érintettek. Hát nélkülük ezt nem lehet megtenni. Illetve még egy nagyon fontos, hogy az a folyamat, amit a szakszervezet végez, azt a társadalom számára szimpatikussá kell tenni.
Munkástanácsok Országos Szövetsége amellett, hogy támogatja a lengyelek által szorgalmazott szabad vasárnapok bevezetését, a magyar problémákra is igyekszik megoldást találni. Elmennek az emberek vásárolni, és mondjuk fölhívjuk a figyelmet arra, hogy nézzük meg, hogy vannak automata pénztárak. Az automata pénztárak oda vezetnek, hogy megszűnnek munkahelyek, mert a gép az kiváltja az embert. És hogy lehet ebbe például a társadalmat bevonni, és azt mondjuk, hogy gyere vásárolj ebbe az üzletközpontba, vagy ebbe ennél a vállalatnál, de használd a munkaerővel ellátott pénztárokat is, ne az automata pénztároknál vásárolj. Hasonló ilyen kampányokra készülünk, és ezekről beszéltünk, hogy például ők a gyakorlatban ezeket hogy valósítsák meg, és ezeket a tapasztalatokat adjuk át egymásnak. Hasonlóak a problémák, sok esetben megegyeznek a problémák, és ezekről a problémákról beszélünk, ezeknek a lehetőségéről, annak a helyzetnek a megteremtés, hogy hogyan lehet ezeket változtatni vagy befolyásolni olyan irányban, ami a munkavállalóknak egy pozitív változást jelenthet. Egy kicsit játszunk el a gondolattal, hogy mit is jelent ez a szövetség. A két ország két legnépszerűbb érdekvédője a jövőben bizonyos kérdésekben egységesen fog fellépni. Ez azért így első hallásra sem tűnik lebecsülendő fegyverténynek. Én azt gondolom, hogy annak a ténynek az értékét elvitatni, hogy Európában, Közép-Európában a szolidaritás mit jelentett mondjuk 1980-ban, ahol körülbelül 2 nap alatt több mint 10 millió ember lépett ebbe a szakszervezeti szövetségbe. Ennek a szakszervezetnek a jelenlegi státuszát, meg az elmúlt 20 éves múltját, vagy 23 éves múltját elvitatni szerintem nem lehet, hogy az ő súlyuk mekkora, az is mutatja, hogy nemzetközi szervezetekben komoly pozíciót töltenek be. Hát az európai kereskedelmi szakszervezeti ágazati szövetségben a meghívott vendégünk alelnöki pozíciót tölt be. Ez is mutatja, hogy milyen súlya vannak képviselve például az európai kereskedelmi szakszervezeti ágazati szinten, és milyen érdekérvényesítő szerepük van különböző területeken. Tehát egy nagyon komoly szakszervezeti szövetségről beszélünk. Apropó, ha már a nemzetközi kapcsolatokról beszéltünk, ez sem egy elhanyagolható dolog. A szolidaritás kereskedelmi szekciója minden kereskedelmi vállalatnál, ami Lengyelországban jelen van, képviselettel rendelkező szakszervezet a szolidaritás. Tehát azt gondolom, hogy egy ilyen szövetséggel együttműködni, és azoknál a vállalatoknál, ami Magyarországon és Lengyelországon is jelen van, tapasztalatot cserélni a különböző problémákkal kapcsolatban, és akár közös kampányokat, közös fellépéseket, közös állásfoglalásokat kialakítani, és azt megjelentetni Magyarországon és Lengyelországban, vagy azokon a fórumokon, ahol a Munkástanácsok Országos Szövetsége, illetve a Solidarnost, mint konfederációk jelen vannak, és ezeket a tapasztalatcseréket és állásfoglalásokat különböző nemzetközi fórumokon, Európai Unióba, Brüsszelbe sorolhatnám, a Nemzetközi Szakszervezetek Szövetségénél meg tudják jeleníteni, azt gondolom, hogy egy nagyon fontos dolog, mert ezek az álláspontok akkor ezeken a tárgyalásokon, vagy ezeken a nemzetközi fórumokon találkoznak, és hogy minél több helyen vetik fel is ugyanazokat a problémákat, előbb-utóbb ezek a problémák olyan szinten kerülnek napirendre és terítékre, hogy foglalkozni kell vele. Így a Munkástanácsok Országos Szövetsége az eddigiek mellé egy újabb lehetőséget kapott, hogy a magyar munkavállalókat ne csak itthon, határokon belüli eszközökkel képviselje, és a hangjuk ne verődjön vissza a Kárpát-medence hegyeiről. Ők, mivel egy nagy konfederációról van szó, és nemzetközileg is elismertek, lehetőségükhez mérten és a mi adottságainkat figyelembe véve minden olyan nemzetközi szervezetben, ahol jelen vannak, és nekünk a kereskedelmi dolgozók független szakszervezetének lehetősége van arra, hogy csatlakozzon, minden ilyen szervezetben ők személyesen támogatják a mi
tagfelvételünket, és ajánlásokat fognak tenni annak érdekében, hogy a különböző nemzetközi szervezetekbe a szakszervezetünk bekerüljön. A gyakorlatban azt jelenti, hogy most mondok egy egyszerű példát, szeptemberben határidővel van kiírva például egy Európai Uniós pályázat, annak a feltétele az, hogy az Európai Unióban lévő országok közösen tudnak pályázni, és ebben az esetben például ezen a pályázaton úgy veszünk részt, hogy ők biztosítják írásban a támogatottságukat, hogy részt vesznek ebben a pályázatban, és a projektnek azokban a részeiben, ami rájuk esik, azt a gyakorlatban meg fogják valósítani, és például így fogunk mondjuk a szeptemberi pályázaton közösen elindulni. Vagy fölmerült például olyan kérdés is, hogy eljönnek akár egy megmozdulásra, egy ilyen, akár busszal Magyarországra, vagy mi elmegyünk Lengyelországba, és megjelenünk adott témában egy általuk vagy általunk szervezett rendezvényen, és ezzel is erősítjük annak a kérdésnek, ami felvetésre kerül, a súlyát, hogy több ország részt vesz ezen az egyeztetésen. És ezt a szövetséget természetesen maguk a munkáltatók sem kerülhetik majd meg. Azt gondolom, hogy a munkáltatók nagy többsége, ahol szervezett és jól működő, hatékony szakszervezet van, komolyan veszik. Hát tudnélik, a munkáltató is látja azt, hogy azok a szakszervezetek, ahol megfelelő szakemberek vannak, szakértők vannak, ügyvédek, jogászok, ott sokkal nehezebb egy munkavállalót akár jogellenesen elküldeni, vagy áthelyezni, vagy bármilyen lépést megtenni vele szemben, mint olyan helyen, ahol például a saját jogait nem ismeri, vagy nincs, aki támogassa ezekben a kérdésekben, amikor problémája van. Ne felejtsék el, a munkavállalók világát érintő kérdésekkel következő adásunkban is várjuk Önöket. Tartsanak velünk akkor is, higgyék el, érdemes lesz. A műsor támogatta a Munkástanácsok Országos Szövetsége. A műsor támogatója a Telenor.